Start! Start, elindult a Tanonc díj első része, és nagyon jól kezdett Vittya, csak úgy, mint első versenyében, és most úgy tűnik, hogy be is tud vele menni a falra. Vittya tehát nagyon gyors, Márton Lajossal mögötte még a favorit. Vitália elugrotta magát, a nagy kedvenc, úgy tűnik, hogy ki is fog esni a versenyből, mert még mindig hibázott, úgyhogy ő már el is szállt, mögötte a vezetőló mögött pedig Up Görszinét tűnnek föl a második helyen, majd jön Ultimate Force, akinek sokkal megkedvezőbb ez a mezőny, itt akár döntős lehet. Most Wyoming River terőzi, és most már ott van a harmadik pozíció. Villám Ergé a második sorból egészen jól kezdett, az ötödik hely környékén jár. A lovak itt vannak, az már az első egyenesben még mintegy 1300 méter van hátra a versenyből, és a nagyon gyorsan kezdő Vittya most már egy picit visszavett a tempóból. Vittya az élen, Vittya megfogta az iramot, Up Görz zárkozik föl mögé a második, szoros második helyre, egy kör van még hátra a futamból, Vittya az élen. Összességben még egészen együtt a mezőny, ugye hibázott a kanyarban a favorit Vitália és Vihar Szív is, de egyelőre még egyik őket sem diszkvalifikálták, azonban komolyabb hátrányban a például a vezető Vittyával szemben, aki meg ezért lassacskán érkeznek a többiek, Up Görz van mögött a falon mellett, Ultimate Force, Villám Ergi is közel van, és Wyoming River is tagja az élmezőinek, újabb galoppozoló Vadonc SB hibázik a kanyarban, és visszacsúszik egészen a mezőny végére. Hát nem tűnik igazán erősnek a tempó, ennek is köszönhető, hogy nagyon-nagyon együttüget az egész társaság, tehát továbbra is Vittya az, aki minimális előnnyel jár az élen. Vittya vezet mellette Ultimate Force, kívülről talán Villám Ergi indíthatja meg az első komolyabb támadást a vezető lovak ellen. Bent a falon ott van Up Görz, illetve ott van mögötte Wyoming River is. Kívülről próbálkoznak néhányan, például Vadóz Gita, Vitália és közel van, Vermont is tagja tulajdonképpen a bolynak. Az utolsó 600 méter kezdetén Vittya tovább tud gyorsítani, és úgy festő kezdi magáról lerázni Ultimate Force. Harmadik, negyedik spurban is elindulnak a támadások, leginkább talán Villám Ergi lehet veszélyes a vezető Vittyára. Jön az utolsó 500 méter, és Vittya ismét gyorsít. Vittya könnyen megy el 2-3 hosszal mögötte. Up Görz nagyon jó versenyt fut, és Villám Ergi is bejelentkezett a dobogóra. Visszacsúszott a negyedik pozícióba Ultimate Force. Vitália pedig ismét hibázik, ugyanott, mint egy körrel ezelőtt. Jönnek a lovak most már a befutó egyenesre. Vittya egyre komolyabb előnnyel vezet. Vittya az élen előnye 3-4 hozra tehető most már Up Görzzel szemben. Vittya, Up Görz, ez az első két ló sorrendje. Vittya nagyon erős az utolsó 150 méteren. Vittya fölényesen fog győzni. Up Görz elfárad egy picit a végére. A harmadik helyért óriási küzdelem lehet majd. Vermont jön óriási lendülettel. Benn a falon Wyoming River lehet talán a harmadik. A verseny pedig megnyeri Vittya. Vittya pályafutása második versenyére már győz Márton Lajossal